Ma bármit megtehetsz, ledőlnek a gátak, itt van az ideje az állarcos bálnak. Színes plakát vihog hirdető oszlopon, elbambuló vadász nyuszi csapja nyakon. Maskarába öltözött kicsik és nagyok, felnőttek és fiatalok gyűltek össze a kaszinó kertben Bonyhádon, ugyanis megtartotta a már hagyománynak számító farsangi mulatságot a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ a német önkormányzattal karöltve. A farsangot egy ősi hiedelem hívta életre, mert régen az emberek azt hitték, hogy a napnak így tél végén elmúlik az ereje, és próbálták tűzzel egy kicsit felélénkíteni a napot, és azt is hitték meg, hogy ebben a sötét időszakban előbújnak a gonosz szellemek, őket pedig lármával, zajjal próbálták elűzni, és ebből alakult ki a farsang, amit mi itt Bonyhádon most már évek óta megtartunk. Sajnos egyre kisebb, szűkebb körben, régebben ugye még a pandémia előtti időszakban tényleg városi szinten ünnepeltük a farsangot, körbe mentünk a városban, nagyon sok felnőtt is velünk tartott, az utcán nézték a felvonulókat, most már sajnos csak az iskolákra szűkült. Ezt a mai városi farsangot a Művelődési Ház és a Német Önkormányzat közösen szervezte. A mai nap az a húshagyó kedd, a farsang utolsó napja, ami igazából itt nálunk csak a vasárnap, a hétfő és a kedd Magyarországon, azt ünnepeljük. Németországban, mint ahogy a gyerekek is mondták, már november 11-én kezdődik a farsang. Nálunk január 6-án számolják a farsang kezdetét, egészen a mai napig, húshagyokeddig, holnap hambazó szerde van, amikor már nem eszünk húst, és csütörtökön, még azért egyet tobzódunk a torkos csütörtökön, és a maradékot, még régen az emberek megették a maradék húst, farsangi fánkot, mert utána kezdődött a 40 napos bőjt egészen húsvétig, amikor újra húst ehettek. Mi az iskolában ma, mivel régen a sváb gyerekek nem jártak iskolába ezen a keddi napon, és felöltöztünk jelmezbe a mi osztályunkban, és nem tanultunk. Igazából a gyerekek hitték azt, hogy nem tanulunk, de különböző feladatokat állítottam nekik össze, matekos, németest, és a farsangról nagyon sokat beszélgettünk, farsangi kvízt oldottunk, meg németül is, magyarul is. Megnéztük, hogy hogy ünnepelnek Németországban az emberek ilyenkor, és megnéztük, hogy mi a farsang eredete. Tehát ezzel telt el a mai napunk, és mindegyik gyerek színes kosztümbe bújt, és jól éreztük magunkat. Nagyon sokan beöltöztünk, és ma hát farsangról tanultunk, meg ilyenek. Elizabeth babusnak a család macskájának öltözött be. A harmadikos kislány számos dolgot tanult az ünnepkörről. Németországban november 11-én 11 óra 11 perckor kezdődik. Hambazó szerdán van vége. Beöltöznek, énekelnek, táncolnak. A mulatságon többek között a Kränzlein tánccsoport lépett fel. Van egy zwerge csoportunk, ők 3 éves kortól egészen 6 éves korig járnak hozzánk a tánccsoportba. Ők nagyon picik, hát 2 táncot adtak ők elő egyedül, kicsit még esetlenkék, ügyetlenkék, de nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon szívesen járnak táncpróbára. Ők 28-an vannak a csoportban, a nagyobbak ők a cipfelműt csoport, hát ők már komoly táncot adtak elő, 2 komoly táncot, és 1 kis bolondos farsangit pedig közösen adtunk elő. Ma szerveztük meg a farsangot, mi szerveztük le a fánkokat, teát, a forradbort és az összes fellépőt. Nagyon változatosak voltak, mert voltak táncosok, a Kränzlein és a bölcségtáncosa, Pece István és a harmonikás növendékei, és versmondóink is voltak még. A szervező elmondta azt is, hogy a programon kínált fánkból és teából térítésmentesen fogyaszthattak a résztvevők. Az esemény Kiszepá végetéssel zárult.